szeretni kapni egy kis visszajelzést ide a chatbe valakitől, hogy van-e hang, minden rendben van, és akkor már mehetünk is a mai esti prezentációval. Igen, köszönöm szépen. Ma január 29-e van, és egy, úgy gondolom, egy olyan fél órát fogunk együtt tölteni ma este, és ezen túl is egy ilyen rövidített prezentációkat fogok tartani új információkkal, és olyan 20-30, néha 40 perc, attól függ, hogy adódik, de erre igyekszünk, hogy ne legyenek hosszú a prezentációk, mert úgyis sok mindent meg lehet mondani rövid időn belül is. Én mindenkit üdvözlök Horvátországból, azért nincs ilyen szép magyar kifejezésem, de már remélem, hogy sokan hallgattatok, úgyhogy megszoktátok a ilyen horvát kifejezésű magyar nyelvet. Ennek a cégnek, a Skyway cégnek a alapítója a Junicki, Anatoly Eduardovics, aki több mint 40 éve megálmodta és készítette ezt a projektet. A cégnek a székhelye Minszkben van, a városban, és van egy ekotechnopark, ahol felépítették ezt a technológiát, az Marina Gorkába egy olyan 40 perc autóval a Minszk várostól, ahol mi már voltunk, én már háromszor is, valaki még többször, és meglátogattuk ezt a technológiát. Oké, okay, minden rendben. Egy részét ennek a projektnek a kisbefektetőkkel, crowd investing típusú befektetéssel finanszírozzák, és így lettünk mi ebben a játékban, mondjuk. Ez egy óriási projekt, és hiányzott nekik még olyan 400 millió dollár, és úgy döntöttek, hogy kialakítanak egy ilyen kis befektető rendszert, ami most Skyway Community, annak időben Skyway Capital volt, meg volt még egy cég, és ez a cég azon gondoskodik, hogy megszerezze a befektetést, intézze a papírmunkát, szervezze motivációrendszert, információs rendszert, bónusz jutalékrendszert, és ezt a pénzt utána, majd megmutatjuk egy másik ábrán, hogyan működik, befekteti az anyagcégbe, aki a pénzt kezeli, és ezzel a pénzzel több évek során szervezi ezt a projektet, és ezt a technológiát, kivitelezés, engedélyezést, azt tudjátok, hogy Magyarországon készítik az egész világra, a Győri Egyetemen, és az idén még ezek az engedélyek még mindig készítik őket, de utána legkésőbb jövő év elején meg lesz az egész világra az engedély, meg Európára is természetesen, és akkor lehet majd Európába is építeni célprojekteket. Ez egy nagyon nagy folyamat, sok pénzbe is kerül, majdnem 1 millió euróba, de most már vége fele vannak, olyan 70%-ot már megcsináltak. Ez egy új, friss hír, amit most tudtam meg a napokban. Körülbelül 400 ezer befektető segíti ezt a projektet, és lehet mondani az egész világról, majdnem minden országból vannak befektetők. Mi is így 2016-ban elkezdtük kis befektetésekkel, utána említettünk barátainknak, rokonainknak, és akkor jöttek minél több és több befektető, most már több 10 ezer befektető van Európában is.
A befektetőnek más nem muszáj csinálni, elég, hogy megvegyen ilyen részvénycsomagokat, amik részvények lesznek, mikor kimegy a cég a tőzsdére, és ahogy eléri a cég a nyereséget, eladja a célprojekteket, a technológiát, kiépíti ezeket a projekteket, akkor a befektető kap hozamot, ami osztalékként akár egyszer vagy többször is évente lehetséges, meg ha úgy dönt, akkor el tudja adni a részvényeket, ami sokkal nagyobb áron van, mint mikor megvette. A befektető ez a közösségi alap platformán keresztül befekteti a holdingba. Van három holding, ERSSH 1, 2-es és 3-as, és ezt a Unicki cégcsoport irányítja és vezeti. A GTI meg a Global Transport Investing cég, ami a technológia tulajdonosa, és ők építik ezeket a projekteket. A mai új információk az van, hogy a részletcsomagok, aki fizeti a csomagokat most, és nem tudta befizetni, mert sajnos a CoolPay még mindig nem kapta meg az összes engedélyt Európába, hogy működhessen, és a CoolPay-en szoktuk befizetni kártyával, Master vagy Visa kártyával. Ez most pillanatnyilag nincs bent a webirodába, és valaki, aki tud utalni banki utalással, az el tudja utalni, vagy különböző kriptovalutával, de ennek ellenére tegnap volt egy nagy, hosszú rendezvény, orosz és angol nyelven, ami maratonnak hívom, 3,5 óra hosszáig tartott, és a Solar František, aki egyik vezetője a cégben, kiállította, hogy maradnak, senkinek nem törölik le, bár sokan hívtak ma is, hogy kaptak e-mailt, hogy fizesse be a csomagokat, a csomagrészletet. De ez a rendszer küldi, de senkinek nem fogják kitörölni. Ha véletlen ki is törölni, akkor írni kell a chatbe, és vissza fogják vonni. Úgyhogy még nem találnak új megoldás a kártya fizetési rendszerrel, processzorral, addig nem kell félni, nem fog senkinek lemaradni a csomag. Az idén 3-5 célprojekt indul, ez mind Emirátusban van, a egyik lehet, hogy Tájföldön is, ez is most hivatalosan be van mondva. Ezek a csomagok, amik most vannak, ez az akciós csomagok, amiről később majd beszélek, azok meg fognak szűnni február 1-től, vagyis január 31 este 10 órától. Mindenki, aki még ezt a csomagot szeretne, és nem tudta befizetni addig, szóval vasárnap estig, akkor le tudja foglalni, és minimum 5 napig a rendszer őrzi. Mert mikor kiválasszuk a csomagot, akkor van egy lehetőség, lefoglalás vagy kifizetés. A egyik alapítói, nem alapító, hanem board members, a cégen belül a management tag, azt mondta tegnap, hogy 5000 dolláros csomagok lesznek korlátlan mennyiségben, ezzel a diszkonttal 1%-al, ami kb. 2 éves diszkont. Azt kell tudni, hogy a finanszírozás 15 szakaszban van elosztva, és mi most a 14. szakasz végén vagyunk. Sajnos tegnap nem mondták meg a új dátumot, de emlegetik, hogy nem sokára bemegyünk a legutolsó 15. szakaszba. Lesznek új promóciók februárban, és
új csomagok, lehet, hogy nem egy a 100-zal, lehet, hogy egy a 70-nel vagy 80-nal, valamilyent, ezt nem mondtak még semmit erről. Alex Suhadev tegnap említette, hogy a token az még mindig továbbfejlesztésben van, de nem sokára ki lesz nyitva, megvan az a token felület, ahova bele is lehet regisztrálni is, lehet már még vásárolni is, de még mindig fejlesztik ezt a tokent, az idén el akarják mindenféleképpen indítani, ezt már múltkor is hallottam. Amit még terveznek, ahogy a cég nyereséges lesz, ami azt jelenti, hogy egy-két projektet elindít, akkor vissza fogják vásárolni a tőzsde előtt a befektetőktől azokat a részvénycsomagokat, nem csak az idősebbeknek a 65 éves pluszba, hanem fiatalabbaknak is. De ez csak akkor lehet, mikor a Sharjai projekt be fog fejezni, ami most májusban 2500 méteres befejeződik, és megnyílik az utasoknak, a most februárban meg a 400 méteres pálya. És ha elindulnak a célprojektek, és a cég nyereséges, akkor vissza szabad hivatalosan vásárolni. Ne gondoljátok, hogy egy dollárt fognak adni, ez lehet, hogy néhány cent lesz, de az, aki megvette egy a 100-zal, az lehet, hogy már nyer, mert lehet, hogy valaki négyszer, ötszörösen és visszakapja a pénzét, akik nem tudják kivárni, és akinek szüksége lesz a pénze. Ezt is tegnap említette, nem tudom hányan hallgattátok, hányan tudtok oroszul vagy angolul, azért csináltam egy ilyen rövid 3,5 órás előadásról, 4-5 mondatban meg lehetett mondani. És számom Magyarszkitem, aki kérdezi, hogy magyarul-e, nem néztem mindjárt, de azt hiszem, hogy már ki is mentek. Okay. Vissza kell jönnöm ide, ha meg akarom nézni a csetet, azért, mert ez egy új program, és ott, ahol van a webkonferenciát, nem tudom ezeket a szlájdokat előre vinni. A decemberi eredmények, ez az akció, ami most működik már majdnem egy éve. Egy szlovák nyerte meg a 30%-ot, a többi vietnámi, nigériai, ők nagyon sok forgalmat csinálnak, és a legtöbb befektetőket most ők hozzák. Melyik országba? Itt lehet látni, hogy Vietnám, Nigéria, India, Kirgisztán, ezek az országok, a Európában Csehország, Belgium, Németország, ezek a jobbak. Itt van a Macedónia, és egy pici ország, mi csoportunkhoz tartozik, náluk is mindig van néhány, aki ebbe a pályázatba és aktívan dolgozik. A Skyway projekt, iszok egy korty vizet, bocsánat. Skyway projekt egy teljesen új technológia, amit a Junicki úr kitalált, és most már több mint 1000 dolgozó inzsinyerek dolgoznak, mérnökök a cégbe, és most már csináltak sokféle járműt, minden jármű villanyárammal működik, minden helyen ki lehet építeni, akár ha van egy folyó, vagy tengerpart mellett, mocsár, sivatag, hegyek. Mostan lesz ez a projekt, amit sivatagba és hegyekbe, több mint 30 km hegyekbe fogják építeni
az emirátus országokba. Akkor a sínek is különlegesek, ezt már sokan láttátok, és akkor nem akarok sokat itten foglalkozni vele, csak úgy egy pár mondatot, akik majd fogják hallgatni meg, ha vannak újak. A kerekek is a járműbe elektromos kerék, fék, itt a féktárcsa is, nincsen veszteség, energiaveszteség, és ezért minimum energiát használnak, és nagyon hatékonyak. Úgyhogy ez a technológia, hiába látjuk már Németországban, meg Indonéziában láttunk olyan vonatokat, villamosokat, amik fent vannak, ilyen hasonló vizuálisan, de a technológia, meg a találmány, ez teljesen minden más. Például ez a Marina Gorkában van, és ez a 48 személyes, mint egy autóbusz. Ebben már utaztunk mi, kipróbáltuk, úgyhogy több ezer nép már utazott ezekbe a járművekbe, és letesztelt technológia, amit most sok jármű és sok sínekre várják és készítik ezeket az engedélyeket. Ha nem lett volna ez a COVID-járvány, akkor én biztos vagyok benne, hogy az idén már év elején kész lett, nem az idén, hanem még tavaly év végén kész lehetett volna, de tudom, hogy már március-áprilistól nem lehetett utazni Bielorussziába, és ez a magyar mérnök csoport, meg a professzorok nem tudták időben megcsinálni. Egyszerűen leállt a projekt, és ez most az oka, hogy tavaly nem lett meg az engedély ezekre a technológiára. Nagyon sokféle típusú van, ez a Uniwind, itt van a Unicki, mi voltunk a családdal is ottan, Marina Gorkába. Nagyon jó a légellenállás, ilyen nem lehet kifejleszteni semmilyen autóval, vagy sineken se, csak repülővel esetleg, meg ilyen, mint a Skyway technológia, ami sinek fent vannak a levegőben. És számításuk szerint a energia, ugye, és nagyon hatékonyabb, és ki van számítva, hogy egy utas mennyibe kerül. Például itt az első példányban 12 cent egy utas, a második, ami 500 km sebességgel megy a Unibusz, ott meg nem egész egy dollárba kerül egy ilyen utazás. Szóval többféle kép van. A Uniwindnak annak tudom, hogy még nincs engedélye, azt még majd készítik. A Unibike-nak van, a Unicar-nak is van. Most építik ezt a nagy Unicart, ez még nem kész. A Unibus mind a kettőnek van, és a High Speed Unibus, ami 500 kilométerre, azt csak a tesztelés után tudják majd, ami Marina Gorkában végre megkapták az engedélyt, és fogják építeni ott a pályát, ahol le tudják tesztelni és engedélyeztetni ezeket a járműveket. A Unicontot is most már felépítették, valamilyen kiállításon fogunk részt venni, akkor majd meg tudjuk azt is látni. Többféle certifikátokat, például ez a TÜV német certifikát a minőségre, meg rengeteg diploma le vannak védve is, még Japánba, Kínába és Ausztráliába, több országban, majdnem az egész világon. Elindult a sorozatgyártás, fel vannak építve a gyárak, természetesen ez nem lesz elegendő minden projektre, de az a cél, hogy minden olyan régióban legalább, ha nem is országokban, legyenek gyárak is, és legyen olyan szerviz, ami tudja követni és karban tartani ezt a technológiát. Van egy iroda, amit megvásároltak, ez már másfél évvel ezelőtt, 50 iroda van, ez egy nagy irodaház,
és most hivatalosan megnyitották néhány hónappal ezelőtt a Business Center a Skyway Plaza-t. A Marina Gorkai pálya, ez egy ilyen tankok pálya volt a háború után, itt tesztelték, gyakorlásokat folytattak a katonaság, és ezt megkapták a Belorussziától, és itt építették ki a Skyway-t. Úgyhogy a Marina Gorka a Minsk után leghíresebb, bár egy pici kis városka, leghíresebb város, akkora, mint Mohács, még Mohácstól is kisebb, és most már az egész világról tudják ezt a helyet. És nagyon nagy örömmel megyünk mindig oda. A másik pálya, ami nagyon híres lesz majd, ez a Sharjah-i. Itt is kaptak az emirátusokból több millió dolláros terepet, ahova építették. Én két évvel ezelőtt elmentem, meglátogattam. Mindenhol ott szeretek lenni, ahol valamit készítenek, építenek. Így akkor elmentünk, volt esély a szlovén barátaimmal, és kibéreltünk egy minibuszt, és mi valamilyen 20-20-valahányan elmentünk oda. 250 eurót fizettünk arra egy óra, 45 perces buszozásra oda, meg vissza, de legalább ott voltunk, és megláttuk, hogy hol kezdik építeni ezt. Most már, ha valaki oda látogat, mi terveztük tavaly novemberbe, átraktuk az idén, meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet, hogy lehet-e majd utazni, milyen lesz, és ha lehet, akkor elmegyünk és meglátogassuk a Sharjah-t is, meg a Dubait. Ez a VIP unikár, amit felépítettek, és ma kijött egy újságcikk, azt most nem mutatta meg a videót, egy arab újságírónő bent ül, és nagyon örül, és dicséri, hogy milyen szép, gyönyörű, kényelmes unikárba fog majd ülni. Most februárban megnyitják, és meghívják a dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi Sheikh-et, ő a Sharjah-i Sheikh, aki háza mellett fog majd a következő célprojekt épülni, és megígérte, hogy ha legközelebb jön, akkor csinálnak egy kört majd vele is. Nagyon lelkesen és jó elfogadták ezt a UNISKI projektját. Úgyhogy sokan kérdezik, máma is beszéltem egy ismerősömmel, hogy nem a Skyway valamilyen spam, vagy valami. Jó, nézzétek, aki nem tudja, hogy mi ez, aki sok internetes üzletekkel foglalkozik, akkor ő nem tudja ezt elképzelni. De ha valaki már egy sheikkel tárgyal, és egy minisztérium, közlekedési minisztériummal aláír szerződéseket, felépít különböző pályákat, akkor miről beszélünk? Én azt gondolom, hogy a Skyway még mindig az első helyen áll az én üzletemben, és legnagyobb befektetésem az életemben, és tudom, hogy ez bárkinek, még annak, aki a legkisebb 250 dolláros csomagot megvette, annak is ez egy nap nagyon jó fog jönni. Ha más nem, kifizeti a kölcsönt, vagy lefizeti az autót, vagy lakást, és egy olyan csomaggal azt is meg lehet tenni. Nagyon sok helyen a tévén, meg a rádióba, újságba, interneten, Twitter, minden ilyen Facebook csoportokba, és már reklámozzák, és ezt a ottani valók reklámozzák. Én mindig kérdeztem a Skyway Community vezetőséget, hogy miért ezeket a reklámokat mutatják, miért nem ők adják hivatalosan. Hát azt mondták, hogy sokkal nagyobb
értékesebb, mikor már egy média adja elő, mint egy tévé vagy minisztérium felteszi a Twitterre saját maga, és igazuk is van, és most megértette. Egy 130 kilométeres pályát akarnak felépíteni, és az idén ezt el fogják kezdeni építeni. Ez a pálya, ez összeköti a sárdzsai kikötőt a Skyway központtal, és később a másik felére, ami 130 kilométer hosszúságú, a ország másik felére lesz képítve ez a pálya. Úgyhogy két nagy kikötőt össze fog majd kötni. Így néz ki ez. A Skyway központ, és a Kaurfakkan, ez a másik, azt mondják, a legnagyobb kikötő, amit össze fognak kötni. Ezt 3 éven belül akarják felépíteni és üzembe vezetni. A National Report meglátogatta a Skyway-t a Sárdzsába. A Oleg Zarecki, aki most a Skyway Green Tech-nek a igazgatója, ő vezette őket körül, és bemutatta ezt a technológiát, meg a járműveket. Lehet látni, hogy nagy érdeklődés volt, és már másnap kint is volt. Ez már egy másik delegáció, akik jöttek és meglátogatták a sárdzsai központot. Akkor a Egyesült Emirátusi miniszterek, szaúd-arábiai üzletemberek, a ERI az egyik legnagyobb építész cég Szaúd-Arábiába, mert ők is szeretnek majd rendelni célprojekteket. Úgyhogy ilyen képek, ilyen videók vannak, és akkor megint visszatérek arra, hogy a Skyway egy nagyon-nagyon-nagyon komoly üzlet, és ezt mindenki, aki Berlinbe volt egy kiállításon, vagy a Marina Gorkába, azt biztos, hogy nagyon-nagyon megérezte. Itt van a RTA, az a Egyesült Emirátusnak a közlekedési minisztérium, és itt írták alá a memorandumot, ez volt az első szerződések, amit elindítottak, és itt meg van írva, hogy 50 milliárd dolláros értékbe fognak majd a Skyway-től rendelni, és a Skyway fogja kivitelezni, felépíteni a partner cégekkel, ha a sárdzsai projekt bebizonyítják, hogy jó működik, homokba plusz 50-60 fok, és a levegőbe, ami só van, ami nagyon eszi, károsítsa a vasat, az acélt. És most ott vagyunk, hogy februárban, és el lesz ez indítva, és be lesz bizonyítva. Azért a február, meg a május, mikor ez a 2,5 kilométeres pálya is befejeződik, akkor be lesz bizonyítva, és akkor van csak kiépíteni ezeket a célprojekteket. A Mohammed bin Rashid, ez a dubai sejk, akinek a képét mindenhol láttam, a repülőtértől, a nagy épületek, a város részén, minden hotelba, mert ő a dubai sejk, meg ő a második ember az országban. Ő aláírta azt a projektet, ahol 15 kilométeres útvonalon 21 állomás, és ezt akarták a Expo 2020-ra felépíteni. Ez a projekt, ez titokzatos, és innen nem kapunk információt,
mert a 7 projektbe, 7 legnagyobb, leginnovatív projektbe tartozik Dubajba, és ez össze van kötve, hogy a Expo 2021-ig nem szabad bemutatni, és ezért erről nem kapunk most pillanatnyilag információt. Én, ha tudnám, elmennék oda lefényképezni, de lehet, hogy nem szabadna megjeleníteni. Azt tudom, hogy nem szabad fényképezni se ottan. Ezek a fényképek, ezek mind a Sárgyába történnek. Ez egy gyönyörű vizualizáció, ami megmutatja, hogy minden városba kis részen el lehet készíteni és felépíteni ezeket a célprojekteket. Azt senki nem tudja mondani, hogy van valami okosabb, olcsóbb, jobb, modernebb, de még szebb se, mert én szerintem a Skyway egy gyönyörű projekt, ami a jövőnket befolyásolja, azért, mert teljesen ekológiailag tiszta, és egy kis minimális villanyármat fog majd elhasználni. Mi örülünk, hogy ennek résznek tudunk lenni. A certifikátot mindenki 10 dollárért meg tudja rendelni, kiküldik 4-5-6 hét alatt postán a címünkre, ahova beelőjük, és ez a mi értékünk. Én egy certifikátot rendeltem meg, a többit nem rendeltem, és itt írja, hogy egy USD single class részvény lesz, ami azt jelenti, ez az A kategória részvény, és mikor kint lesz a tőzsdén, 6 hónap után mi tőzsdézhetünk, ami azt jelenti, hogy azt mondjuk a brokerunknak, hogy el akarunk adni 100 000-et, és milyen árba, tőzsdei árba, vagy teszünk egy magasabbat, és akkor, mikor eladja, akkor csak kikérjük a pénzt a bankszámlára. Még 2 nap, és körülbelül 1 óra van erre a Share New Year programra, amit sokan megkaptak, 3 csomagot tudunk ajándékba adni, és egyet tudunk még elhasználni. De csak a közvetlen partnereinknek tudjuk adni. Mindegy, hogy melyiket válassza ki, egyet tud kiválasztani az illető, vagy mi. Egy összegben 250, 500 vagy 1000 dolláros, vagy 5 havi futamidő, ami havi 50, havi 100 vagy havi 200 dolláros. Ezt tett vasárnap este 9 óra 59 perckor még rá lehet kattintani, le lehet foglalni még 5 napra, vagy kifizetni az első részletet, és akkor megy a havi részlet. Itt vannak ezek a kuponok, akinek ez bent van az irodában, ez tudja, rá kell kattintani erre a zöldre, hogy ajándék kupon, beírni az e-mail címet, megerősíteni, és már ő, akinek küldtük, kap egy e-mailt, és meg tudja nyitni, és megvásárolni. A részvény így lesz elosztva, hogy a nettó bevétel, az összes nettó bevétel éves bevételnek a 20%-a 20%-ot fizették ki, mint osztalékként. A osztalék az nincs hozzá kötve a tőzsdére, ezt nagyon sokan tévesen tudják. A Skyway előbb fog kifizetni osztalékot, és később fog menni a tőzsdére. Ezt biztos vagyunk benne, mert nagyon nagy plusz az, hogyha egy új cég kijön a tőzsdére, és már kifizetett osztalékot. Bármennyi osztalékot, de ha már kifizetett, az azt jelenti, hogy nyereségben van, jó működő, és akkor sokkal jobb árat ér el a tőzsdén is.
mert utána a tőzsdei piac is befolyásolhassa a zárakat. A három ERS-es holding van, és van az a RCG fond, ez az alapítvány, amin keresztül 10.000 dollártól lehet befektetni, ez főleg az amerikai befektetőknek készítették. Alig várom, hogy megmondjam, mikor lesz a 15. szakasz, és ez az utolsó szakasz. Én a 6. vettem legelső csomagot, sokan Magyarországon 6.-7. indultak el, de itt van, megértük, most itt vagyunk, hogy a 15. előtt. Ezt a Irina Volkova decemberben azt mondta, egy régió vezetői vagy top expert is konferencián, hogy a év elején meg fogják mondani a dátumot. Én úgy tudom, hogy január végén vagy február elején kell, hogy találkozzanak a Junickival, és ott utána kitervezik, kicélozzák, hogy mikor lesz a 15. szakasz. Sajnos most legegyszerűbb befizetés a számlára a kriptovalutákkal, erre kell, hogy legyen egy wallet, vagy egy pénztárca, és bármilyen ezekkel a kriptovalutákkal meg lehet majd, fel lehet tölteni az irodánkat. Ó, nem mentek a képek. Akkor nekem is elálltak. Hát jó, bocsánatot kérek. De érdekes, néha megy, néha nem. Jó, oké. Na, itt van 37, de hallottátok, hogy mit mondtam. Ezek az új információk. Igen, most ezt várjuk a februárt, hogy elinduljon ez a hogy megnyitják a Sharjah 400 métert hivatalosan, és szabad utasokat szállítani. A New Lima Skyway projektről sajnos nem hallottam mostanában. Én szerintem ott van elakadva, hogy nincs nekik meg még az engedélyük. Tudom, hogy az, aki nem tudom, most elnöke lett, vagy akar elnök lenni, ottan Peruba, ő nagyon törekedett, és nagy motivációval készít ezt. Érdeklődés a célprojektekre van. Azt tudjátok, hogy én Horvátországba, Splitbe, Zágrába már tárgyaltam, Macedóniába, Skopjeba is már ott voltam, hogy a miniszterekkel is kellett volna, hogy találkozzak, de a polgármesterekkel többször is találkoztam, és ők is szeretnék. Macedóniában 4-5 projektot lehetne eladni. Ezen is fogom majd dolgozni, csak mind ott van, hogy a megkapják az engedélyt, a építkezési engedélyt, és akkor tudják majd vinni tovább. Na jó, akkor nem is rabolom tovább az időtöket, mégis 40 perc lett. Még egy kérdés, lesz köze a megépülő neonvárosának a Skyway-hez? Hát ezt nagyon reklámozzák, igen, de még hivatalosan nem kaptam semmit, hogy a Skyway is ott lesz. De szerintem lehet, mert nagyon-nagyon hozzáillik, és a Skyway-nak, ugye az előbb tettünk egy videót is, ami mutassa ezt a lineáris épületeket. Skyway-nek egy teljesen saját projektje is van, úgyhogy igen, beleillene. Úgyhogy ez a mi piacunk. Meglátjátok, hogy a Skyway, ahogy elindulnak most ezek az első, az idén 3-4-5 projekt, jövőre már lehet, hogy 20 projekt lesz, utána már 50-100, és akkor a
részvényeket se senki nem akarja eladni. Mert megvettük ilyen kis pénzért, és ha 20 vagy 25 dollár lesz, akkor ki akarja eladni azt, nem? Lehet, hogy egy kis részt, de később akkor nem. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és további sok sikert kívánok. Építsétek az üzletet, hogy előbb eladjuk a 15. szakaszt is, mindannyiunk együtt, és jó éjszakát és szép hétvégét kívánok mindenkinek.